Életek, történetek Ferencvárosból 25 percben. Heti portré. A 2017-es év utolsó heti portréjának vendége Demjén Ferenc, akit a közelmúltban Ferencváros díszpolgára címmel tüntettek ki. Demjén Ferenc, művész nevén Rózsi, 1946-ban született. Magyarország egyik legnépszerűbb és legtermékenyebb könnyűzenei szerzője, előadója. A Tűzkerék, Liversing, Sakmat, Dogs, Bergendi, V-motorok zenekarok meghatározó alakja. A nevével filmjezett albumok eladása, amelyen valamilyen formában közreműködött, megközelítőleg 7 millióra tehető. Közel 800 dal köthető a nevéhez. 1970-ben csatlakozott a Bergendi együtteshez, ahol a Mindig ugyanúgy című dallal debütált. 1977-ben megalapította a V-motorok formációt, mely 12 éven át tagcserék nélkül ért el hatalmas sikereket. Szöveget írt többek között a Szerelem első vérig, a Szerelem második vérig és a Moziklip című nagy sikerű filmek betétdalaihoz, és nevéhez fűződik az 1995-ös Honfoglalás című film betétdala, a Kell még egy szó is. 1989-ben szóló karrierbe kezdett. Évente 40-45 élő koncertet ad zenekarával. Évtizedek óta a Papp László Budapest Sportarénában december 30-án zárja az évet. Demjén Ferenc számos kitüntetésben, elismerésben részesült. 2012-ben Kossuth díjat kapott. Közel 30 esztendeje Baranyai birtokán él, ám a fellépésekre Budapestről 18 éve ferencvárosi otthonából indul el. Demjén Ferenc, Ferencváros díszpolgára. December 21-én született, ugye Diós Győrben, és igen. 1951-ben költöztek Budapestre a családjával. Pontosan nem emlékszem, de azt hiszem, hogy 50-ben vagy 51-ben. Milyen élményei vannak kiskorából? Hát, ami meghatározó az első 4 év, amire annyira emlékszem, hogy volt egy kert, és én mindig a mállabokról alatt ültem, és nagyon élveztem a dolgokat. Ez még Diósgyőrben volt, de onnan el kellett apám különböző dolgai miatt el kellett költözni, mert kivágták a gyárból, de mondjuk mázlink volt, mert segítettek itt is, és így kaptunk egy társbilletet a Verespálni utcában. Ott voltunk egészen 50-valahányig, tehát benne a központban még a 56-os balék alatt is. És 10 éves volt ugye 1956-ban. Hogy emlékszik vissza erre az időszakra? Hát keményen. Keményen minden. Sajnos 10 éves voltam, azt hiszem, enkor az ember nagyon fogékony mindenre. És hát mindent megfigyeltem, kíváncsi voltam. Nem mentünk ki a harcok alatt legalábbis, nem mentünk ki a házból, apám nem engedett sehova. De fentről az ötödik emeletről jól tudtuk követni, hogy hol vannak a dolgok, hallgatni is. Nem volt egy szívderítő élmény egyáltalán. Aztán utána november 4-e után nyilvánvaló rémálom volt, az egész jöttek, és beálltak a tongókkal a házak elé. De itt akkor még Tolbukin körút mellett nyílik a Verespálni utca, és nagyon közel van mindenhez. Nem volt, ott nem volt lövöldözés, ilyen pisztolymutogatás volt, de nem volt lövöldözés. Gyerekként az ember minden másképp él át. A tizedik év után, 56, az már más volt. Szóval ott már kezdtem felnőttesedni, mert ott már vérre ment, szóval az nem más világ. Folytattam az általános iskolát, ami ráadásul zeneiskola volt. A Kertész utcában, és oda jártam a zeneiskolába, máskülönben együtt a Presser Gabival, de külön órákat is vettem zongoratanároktól, azt hiszem, hogy zongorista leszek, aztán rájöttem, hogy nagyon kicsi a kezem, ugye nem igazán. Meg nem is az volt a baj, hanem az, hogy bejött a bit
korszak, Beatles és az összes ilyen gitározás. De ehhez képest ugye reál beállítottságú embernek tűnik az önéletrajza alapján, mert hogy ugye vegyésztechnikusként végzett. Hát ebben nagyon beleszólt az is, hogy édesapám a nehézipari minisztérium dolgozott akkor, és a vegyipari technikumba bejutni az nagyon nehéz volt, bár én nagyon jó tanuló voltam az általános iskolában, és jó voltam kémiából, fizikából, úgyhogy engem egyből felvettek a felvételi után, szóval nem volt semmi gond. Technikum közepén, tehát olyan két év múlva, két-három év múlva kezdtem rászokni a zenére. Szóval akkor már alkalmazott zenére, tehát már jártam különböző zenekarokkal, és muzsikáltam. Valahogy az jobban vonzott engem, mint a kémia. Ugye vegyész technikusként csak egy-két hónapot dolgozott. Hát egy hónapot talán, de hát az is egy olyan alibi dolog volt, mert hogyha nem csinálom meg, akkor nem kapom meg a diplomát, tehát azt a fajta diplomát. 1964-ben viszont ugye megalapították a Számum zenekart, és a 60-as évek második felében lényegében évente váltott zenekart. Hogy emlékszik vissza a akkor nagyon kezdetére? Kezdeti stádiumban volt ez az egész. Tehát akkor a zenekar az, mint olyan megalapítani a zenekart, meg fenntartani, az egy állam volt. Tehát minket amatőröknek hívtak, de mi annyit dolgoztunk, mint a profik, szóval nem volt az a gond, nem voltunk annyira képzettek, nem ismertük még annyira az egész műfajt, de gitároztunk, basszusgitároztunk, zongoráztunk, doboltunk, szóval nem csak létezik. És egy nagyon kedves banda volt. A körúton léptünk fel minden szombaton. Nagyon jó volt, 50 forintot kaptunk fellépésenként, ami szintén jó eset. Szeretett együtt zenélni a bátyjával? Persze. Ő nagyon-nagyon muzikális ember, és nagyon, most is az lenne. Csak ő 20-valahány éves korában azt mondta, hogy most már valami komolyat kellene csinálni. És abba azóta se csinált semmi komolyat, de viszont abba hagyta, mert nem tudom, a család ráhatására. És hát önt is érték ezek szerint ilyenfajta ráhatások? Hogy kezelte ezeket? Nem? Nem. De akkor most, hogy őt, a bátyát igen, önt meg nem? A bátyám mindig előtte tört az utat, szóval ő ment először egyetemre, onnan megint csak nem végzett, de nem az a lényeges, nekem már könnyebb volt az út. Apám még kemben elmentek, amit csinálok, az jó, hogy főleg aztán érettség után már nem volt semmiféle, nem beszóltak, vagy, de különben sem szóltak be, semmibe se. És akkor én építettem ezt a zenész karriert lassanként különböző együttesekkel. Akkor nem volt olyan egy együttes megmaradt volna, mert nem volt miért. Először is mi nem voltunk olyan helyzetben, mint a mostaniak vannak, szerencsétlenek, mert még rosszabb a helyzet, mert itt 130 bandával kell még vitatkozni, hogy melyik a jó, melyik nem, melyik kerül fel, melyik nem. Na most, hát most nem tudom, hogy milyen szinten kerülnek fel az együttesek, mert nem tudom követni őket. Szóval tulajdonképpen olyan nincs, ami így megnyomná az embert, hogy hú, figyelj, ez tényleg. Hanem valóban benne mindig valami kis kopi van, egy kis másolás. Nekem nem eredeti a dolog, de mondjuk én rossz kritikus vagyok, mert nem olyan vagyok, mint a mostani zsűri, aki rajonga vetélkedőkön, hanem olyan, aki megmondja, hogy elnézést, ez tényleg elnézést kérek, mert ez borzalmas. A mi időkben nem volt 2-3 együttes sor, nem vetélkedtünk egymással, mindenkinek meg volt a klubja, mindenkinek meg volt a megszokott helye. Térjünk oda vissza, hogy 1970-ben ön megismerkedett Bergendi Istvánnal. Hogy történt az első találkozás? Hát én már akkor nagyon sok helyen játszottam. Akkor már Radicssal, Tűzkerék, Sakmat és ezekben mindegyikben végig voltam. Közben játszottam a vendéglátóba is, a Moulin Rouge-ba. És aztán még egy másik helyen is játszottam, amikor a Moulin Rouge-ból kirúgtak. Miért rúgták ki? Hát ez elég intim dolog, de összebaléztünk a igazgatóval, aki egy kicsit erőszakos volt a Somlóféle társaságnak a hölgytagjával, és aztán így összeverekedtünk, úgyhogy nem mondtuk.
Tehát megvédett egy hölgyet ezek. Meg kellett védeni, mert máskülönben erőszakosabb volt a pali. Abban pillanatban mentem egy nagyon jó kis kvartethez, a szabad mostani hotel Hungária, azt hiszem a Barostér mellett van, akkor még szabadságszálló volt, és ott játszottunk kész, akkor megint csak. Tehát mondjuk én a zenének majdnem minden formáját és minden kategóriáját végig muzsikáltam. Hogy emlékszik vissza a bergendi korszakra, tehát az ön életét? Ez egy eszméletlen jó érzés volt, egy olyan meglepetés is volt, hogy hirtelen sikerült felfutni a bandának, és tele slágerekkel, szóval jöttek a dalok. Ott volt a Laci Norbert, ott volt a Hajdus Anyi, ott voltam én, és mi ontottuk a nótánkat, és ebből kifolyólag már rögtön az elején felfutott a banda, nagyon népszerű lett. És mi volt az oka annak, hogy kilépett a bergendi zenekarból, ugye 1978-ban? Nagyon sokat voltunk együtt, több mint 7 évet, és valahogy kijátszottuk magunkat, szóval már nem volt az, amit csináltunk annak, de nem volt elég. Valami más kellett volna. Nekem speciál nem volt bajom, csak az, hogy hát a fúvosokkal nagyon nehéz sokáig dolgozni. Ide jó volt, mert voltak olyan zenék kint is, de divat, hogy fúvosok, és csak aztán egy idő után az unalmasság kezdett válni, és aztán egy jazzfesztivál után, ami nem igazán sikerült a bergendi részére. Engem okolt a bergendi, hogy én nem figyelek oda. De mondom, hogy nekem mi közöm, hát én vendéglátóba jöttem, és nekem nem a jazz alap, de nem is én voltam a hibás, szóval egyáltalán nem volt hibás. Sajnálom. Én szeretem a Bergendi Pistát, most is szeretem. De hát kilépett, és ugye megalapította a V-motorok. Igen, akkor az egy új formáció volt. Én úgy léptem, hogy nem tudtam, hogy mit csinálok. És utána lassanként megismertem egy-két embert, aki ajánlott ezt, azt, meg mindent. Akkor már nagyon ismert voltam, szóval akkor már volt nevem. Érdeklődtettem külön-külön, és aztán így válogattam össze a V-motorokat, ahol a mai napig is a legjobb muzsikusokat találom. Lev István sajnos, aki nagyon beteg most, és nem is tudom kommunikálni, de a Mennyhárt János szintén, aki gitáros zeneszerző volt nekem végig, amíg együtt játszottunk a V-motorokkal, a Lehr Pisti is, és volt a Erpai szegény, ő nem él már, ő volt a dobos. Tulajdonképpen egy olyan csapat jött össze, ami ütőképes volt ebben a modernebb elektronikus muzsikában is, és nagyon nagy sikereink voltak. Most ezt tőlem hallani, hogy nagy sikereink voltak, ez nem. Ez azt tudja, aki látott és hallott annak idején. Hát ez tartott 12 évig. A rendszerváltásig majd, hogy nem a rendszerváltási időszakáig tartott ugye hát a V-motorok zenekar. Tovább. Ön hogy élte meg zenészként, ismert zenészként a rendszerváltást? A rendszerváltást. Igen, a rendszerváltást. Tehát milyen hatás? Volt ez hatással? Hát hogy lehet volna hatással? Kéne nem volt. Hát a Bergendénél nagyon sokszor letiltottak minket mindenféle teljesen hülye dolgokkal. Akkor egy szó, egy mondat, ami rosszul volt leírva, az már indok volt arra, hogy odafigyeljenek. A jelszól a szeretet című dalnál, a bizottság már azt mondta, hogy ez pacifista. Bocsánat, most mi nem arra megyünk, hogy a háborúra, mert akkor arról is tudok írni, szóval nincsen gond, de mindeset megmaradt. Szóval ilyen dolgok voltak. Engem azért nagyjából elfogadott a testület, tehát az a bizottság, Sazon bizottságnak hívták. Különböző emberek voltak benne, nagyobb részt odafigyelősök, kukkolósok, szóval. De voltak barátaim is, és akkor elmondták, hogy ezért vagy az, de olyan nagyon sokat nekem nem tiltottak le. Oké, tehát a cenzúra az ugye eltűnt a rendszerváltást követően, de teljesen megváltozott mind a zenei piac, a média piac, a könnyű zenében ugye az a fajta irányvonal, amit a tömegek elkezdtek követni a 90-es években. Ön mégis fent maradt és meg tudott újulni. Mi volt a kulcsa ennek a megújulásnak, ennek a folyamatos megújulásnak? Ennek van sokfajta kulcsa, és egyszerűen az embernek fantáziájának kell lenni, és olyan zenei tehetségeknek, mint a Mennyhárt volt, meg a Lehr volt, és én meg a szövegekkel nyilvánvaló a fantáziámból. Mi nem álltunk be ebbe a trendi sorba, szóval
és Mázli is, mert volt egy időszak, amikor felszabadult minden, mindenki csinálhatott zenekart, mindenki csinálhatott, amit akar. Cenzúra se volt, ami nagyon jó, de valahol nagyon rossz, mert katasztrofális magyar nyelvet megcsúfoló szövegek születtek, és nem csak az, hanem a trágárság az majdnem, hogy divat lett, hogy azért vagyunk trágák, és azért vagyok bunkó, mert a Nostrell, szóval nekem ez nem, én a zene mellett szeretek maradni, és azt, hogy a szöveg is valamit jelentsen. Mitől válik működőképessé egy dal? Mi számít jobban? A dallam, a közönség. A szöveg, a közönség. Közönség, de a dallam is és a szöveg is együtt hat. Tehát nem lehet elválasztani a kettőt. Ha egy jó dallamra készül egy jó szöveg, akkor az a dal jó, és az menni fog. Ha valamelyik hibázik, akkor sajnos nem. Én nem, nekem nincsenek trükkjeim erre, és nem is erőltetem, hogy valamit kitaláljak, vagy inkább lelopjak valahonnan. Most nálam az a divat, hogy a régi nótákat előkapkodni, valamelyik teljességtelen kis bandával lejátszák, és abból próbálnak néha még csalással is, mert az én engedélyem nélkül nem játszhatnánk. És ugyanúgy játsszák, és ugyanúgy pénzt szednek be érte. Tehát átdolgozzák a dalokat. Igen, hát de borzasztóan szóval. És ön hogy ír dalt? Mi a folyamata a dalírásnak? Én megkapom, ha nem írom a zenét, akkor megkapom a kollégáimtól a dallamot, nyilvánvalóan a demokazettán, és azt én addig gyötröm, vagy darálom magamban, ameddig abból nem lesz valami, ami szikrát az, amire azt mondom, hogy ennek ez a szövege. Én mindig azt mondom, hogy minden dalnak megvan a szövege. És én így szoktam írni. Most megmondom őszintén, nem írtam egy év alatt, úgy volt, hogy tavaly jelenik meg a új lemezünk, amire már bele is kezdtem, de akkor törtem el a jobb karomat. És hát hosszú ideig írásképtelen voltam, nem tudtam leírni a saját nevemet, szóval hihetetlen. És most már jobban van a karrier? Most már jobban van, most már azt le tudom írni. A többit még nem. De nem is az a gond, hanem most jelen pillanatban, ilyen utolsó pillanatban, mert mindig évvége felé szoktuk megjelentetni, már nem akarom erőltetni ezt a dolgot, úgyhogy új nóták nem is lesznek, de a régiek azok ugyanolyan újak, mert rengeteg van, és nagyon sokat nem játszottunk. Úgyhogy idén az arénával azokból fogunk összerakni egy koncertcsomagot, ami szerintem sok mindenkit érdekel, mert ők is azért vágynak arra, hogy nem csak mindig a sláger dolgokat játsszuk, hanem olyanokat, amit nem nagyon hallottak még koncerten. Ugye egy éve adta a jubileumi 70. évi koncertjét a Papp László arénában. Hogy emlékszik vissza erre a koncertre? Hát, mint ahogy az összes többire is, nagyon kellemes volt, nagyon jó volt, ugyanúgy tele volt az aréna, mint az előtt is bármikor, és nagyon, a közönség nagyon-nagyon kedvesen ünnepelt valahol. Én is ünnepeltem valahol, de mondjuk én nekem ez csak egy szám, szóval a jubileum az ilyen értelemben nem címmel, mert ez csak egy szám, én jubilált, így van, csak egy szám volt. Most 71, ez már sokkal bonyolultabb. Mit szokott csinálni szilveszterkor? Mindig mást, vagy van egy fix programja? Mivel a 30-án van a koncertem, tehát 31-e, ami szilveszter, én akkor már elvonulunk. Nem bírom én a zajongást, már régóta nem bírom. Egyrészt fáradt is vagyok, mert azért a koncert nem a koncert miatt, hanem az előző felkészülések, stb. Van, amikor itt maradok Pesten, van, amikor a vidéki birtokon lehúzunk, és akkor ott csend van, telefonolunk, és utána kivárom azt az időt, amikor kimegy belőlem ez a feszültség, mert azért feszültségekkel is jár. És hát általában mindig nagyon jól sikerült, tehát a nagy aggodalomra nincs sok. Csak én úgy szeretném picit lezárni az ember, és utána mindig egy vagy két hónapra szabadságra megyek. Tehát akkor 2018 januárját, illetve februárját szabadsággal fogja tölteni valószínűleg. Hát, milyen egyéb tervei vannak még a jövő évre? Hát nyilvánvaló, hogy szeretném befejezni ezt a lemezt, amit tavaly kezdtünk el.
összerakunk egy olyan anyagot, ami tényleg bakelitre vagy CD-re való. Több mint 800 dalt írt eddigi pályafutása során. Ki tud választani ebből a több mint 800 dalból egyet, amely a legközelebb áll önhöz? Megmondom, hogy úgy vagyok vele, mint a gyerekekkel. Nekem ugyan nincsen gyermekem, de hogyha lenne, hogy tudnék különbséget tenni az idősebb és a fiatalabb között? Én nekem minden dal tetszik. Nyilvánvaló azok, amik újak, és bejönnek, azok nyilvánvaló érdekesebbek. De nagyon érdekes, amikor visszatekerem a sorrendet, akkor is találok olyan dalt, amit nem is játszottunk még, és így hiányzik, hogy eljátszok, mert nagyon kedves volt, és nagyon szerettem. Mik a tervei a következő 10 évre? Hát nagyon jó kérdés. Hát az ember 71 éves korában nem tervez a következő 10 évre. Még azt se tervez, hogy mikor vesz új kocsit. Ezért tervezem, de szükséges-e, azt nem tudom. Nyilvánvaló, mivel én semmi máshoz nem értek, csak ehhez, ha értek, ezt nem tudom biztosan, akkor én tovább szeretnék muzsikálni, és olyan dolgokat előhozni, amit most 2 évre megspóroltam, olyan gondolatokat, és maradnék a saját stílusunkhoz. Tehát dallamos muzsika, rockzene valahol. Mindenesetre azért ez a 50-valahány év, amióta benne vagyok abban a szakmában, sok mindenre megtanított, játszhatom is Kanadában, Amerikában, mindenhol, de egészen más. Mondjuk Kanadában és Amerikában magyaroknak játszunk, tehát ott óriási siker. De úgy azért nem úgy fogadják az embert, és ott mindig csak másodrangú muzsikus lesz, akárhogy is veszed. Egy-kettőt tudnék mondani, akit befogadtak, de igazán nem. Ott kell születni, ezt én nagyon jól tudom. Most jöttem haza Amerikából jó egy hónap után. Meg kell mondanom, hogy én, aki 28 éve amerikai feleségem van, és mi otthon is angolul beszélünk, és ennek ellenére kimentem, és azt mondtam, hogy nem tudok ezt szót sem angolul. Ez hihetetlen. Hát jó, hát olyan megyékben voltunk, ahol más a kiejtés. Szóval ezt megszokni. Oda kell egy-két év, hogy megszokt. Erre nekem már nincs időm.